Tehát üdvözlöm Önöket! Mostan ilyen módosított Windows 7 lesz. Megcsinálva! Nem, nehéz! Némelyik oldalon fizetni is kell. Érte? Itt ez a Team OS, ami ingyen, nem dolgoznak már. Régebben minden ingyen volt, most már semmi nincs ingyen. Vannak ilyen gamer editonok, és itt az a jó, le van írva, hogy mik vannak módosítva. És ugyanezt tehát ingyen meg lehet csinálni. Hozzá van adva flash playerek, runtime-ok, USB 3.0 driverek. Gisztára kényelmesen meg van csinálva. Ki vannak törölgetve. Meg vannak, mik vannak kikapcsolva. Tweakek. Simán le lehet utánozni. Nagyon egyszerűen. Szóval fizetni kell. Érte? Van ilyen segédalkalmazások. Az NT Lite. Múltkor próbáltam egy másik Windows 10-e, vagy a nem volt kompatibilis, és itt van, ezt ingyen le lehet tölteni, legyen a stabil verzió. Letölti! Tovább lehet. És itt van, hogy lehet csinálni ilyen 700 megabajtos. Nem ezt egyszerűen meg kell csinálni virtuálisan, vagy rárakni egy harddiskre, és azt leklónozni és letömöríteni. És ha meg is van egy saját készítésű tömörített Windows 7 tápítőlemez, nagyon semmi értelmét nem látok annak, hogy be legyen csomagolva, és aztán kitömörítve, mert akkor vannak ilyen kisebb alkalmazások, például a gigabyte-nak, Windows 7-re rá kell integráltatni a drivereket, és nem lehet, mert be van csomagolva. Hogy bírja hozzáállni majd a szükséges driverekat? Hát se hogyan se. Ezért nem érdemes külön becsomagolni. Becsomagolni, és akkor megváltoznak a telepítőlemez, hagyni, hogy ki vannak az origináltan, csak ki vannak hagyva, mik ne legyenek rátelepítve. Ezt próbálva, hogy is van ez a gyakorlatban. Nem ittem megvenni a... Mi meg lehet venni? Végképp? Jó sokat dolgoztok érte, aztán meg megveszitek. De minden lehet venni, nem csak ilyesmiket, Windows setet, más oldalakon is lehet venni, készen. Szóval letöltöttem el. Letöltötte. Most el lesz telepítve. És itt van már. És már. És indítva. Is fog derülni, mire is képes, mire nem. Látszon is fog. Néz ki, hogy el fog indulni. Ez ingyenes verzióval van csinálva. Derül, hogy mire képes az ingyenes. Hozzá lehet adni ilyen Image Directory-t. Egyszerűen ki kell csomagolni egy Windows 7-es telepítőt, vagy egy 10-eset.
Ez azért van csinálva, mert egyszerűen egy munkás logikával vett számítógép sokat fogyaszt. A munkás logika semmi nem vezet jóhoz. Dolgoznak jó sokat, aztán jól el is költik. Logikájuk. És itt látszik, hogy ki fogja csomagolni. De vidd tőlem ezt. Nézd meg, mi a különbség a... Light Premium Giveaway. Vannak ilyen giveaway-ek. A régebbi verziókat ingyen szoktak adni. Cserébe állandóan reklámokkal dobál be. Itt ilyen cracked verziók jönnek be. És vannak ilyen kelyek. És nektek ezt bemásolom. Akkor már prémium lesz. Nagy valószínűséget látok annak, hogy nem lesz jó. Másolom. És itt is van. Hiába van az oldalon. Szükséggel nem fog jó lenni. Szépen kicsomagolja. Kell várni eztet. Jó sok ideig tart. Egyáltalán mi a különbség a beta meg a prémium között. Hát hozzá lehet adni ilyen trikkeket. Kellett törülni. És itt van minket támogat. Nem támogassa a legújabb Windows 10-et. De benne van az is. Nagyon kell várni rá. Itt is nem tisztem a virtuális világot. Addig nyugodtan tornáztatom a kezeimet. Kolást kell végezni. Mozogni! Várni te. Júj! Mikor lesz már kicsomagolva? Nagyon sok tév itt van. És SSD kell. Egyszerűen nem bírnak várni. Mert kell, van a sorozatotok, a filmetek, a játékstreamek. Meg kell néznem a VR témet.
Hogy milyen újabb terméket mutat be? Anna, tudok mindent! Meg! Befejezte! Most a... Kiválasztás! Nincs, ki lehet választani, hogy milyen verzió legyen. Van Home Basic, Ultimate, Professional, Premium. Hát itten a Professionalra esett a választás. És mondom miért. Azért 16 GB RAM-ot a Home Basic nem bír. Meg van, mennyit támogatnak. Jól emlékszek, ez 8 GB, a Home Premium azt mondom, hogy 10, ez már 16 vagy 25 GB. Jó, biztos, vagy 64 GB. Így kétlen voltam azt választani. Most, mint szokás szerint, várni kell rá, hogy felmutoljon. Ki lehet várni. És van ez csinálva! Azért van csinálva, letéve egy munkásújkával, egy vacak AMD A4 5300K-s számítógép. Készült tény, hogy ez a processzor sok áramot fogyaszt. Annyit, hogy nem ér meg a villanyszámlának se. És egyszerűen az van hirdetve, hogy milyen jó visszajáték. Azért van hirdetve, mert nagyon sokan vették meg akkoriban. Jó sok munkás. Jaj, de jót vettem, bírok vele játszani mai napig. Hogy nyugtassák a munkás népet. Rá vannak szoktatva. Nagyon jó voltál. Nagyon jót vettél. És el tudja azt, hogy azt a tévhitet keltették velük, hogy jól csináltak minden, de a valóságban nem jó. Nagyon grepa. Gyenge processzor, főleg a legócskább, a laptoppa, még szarabbul működött. Működött. Vagy működtetni. És akkor ez így lett. És helyette egy gigabyte egy GA 3800N-esre. Ki lett találva, hogy lesz összerakva. Hát sokkal jobb. Azért jobb, meg is mondom mi, mert sajátilag választottam. Nem volt, aki manipuláltasson. És jóval többet is bír, másik tényleg architektúrán van rajta, nem azon a régi AMD A4-esen, jó sok. Minden tud. Meg vagyok vele elégedve. Mindössze 30 wattot fogyaszt. És erre lesz egy iszókép. Előkészítve. A végre kezd kicsikét begyorsulni. És meg lesz csinálva. Ilyen egyszerű. Adj meg közben, jegyzem a csuklómat. Az izületeket, hogy nagyobb agykapacitást érjek el. Vagy pedig le kell kicsikét állítani a felvételezőt.